A magyar minőség hírnökei a hungarikumok. A gyűjteménybe egy-egy települési tájegységi nevezetesség is felkerülhet, a Rétközben most a tájértékek felkutatását kezdik el. Célunk a térségünkben az összes tájérték, illetve a helyi értéknek a felmérése, a helyi értéktárban való szerepeltetése, és ezáltal majd segítségül szolgálunk majd a településeknek a megyei értéktárban való további felhasználásra, illetve nagyon fontos célunk az, hogy ebben a projektben ne csak a mi, mint Lider akciócsoport vegyünk részt, hanem a közösséget, a térségben élő közösségeket is bevonjuk, így az iskolákat, az egyházi szervezeteket, az egyházi közösségeket. Balsa, Búj, Gáva Vencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tisza Bercel és Tiszatelek képviselői egyesületi tagokként arról értekeztek, hogy milyen módszertan alapján gyűjtsék az értékeket. A munkában a Herman Ottó Intézet is segíti a Líder Egyesületet. Különböző történetekből, az egyes helyi embereknek az emlékeiből, mindenféle leírt vagy leíratlan történetekből is összeáll egyfajta értéktár, és ennek is nagyon sok kapcsolódása van a tájértékekhez. Hiszen ha például arra gondolunk, hogy van a településen egy például hagyományosan megrendezett vásár vagy egy bál, akkor nagyon sokszor arról szólnak például a történetek, hogy ahogy az emberek készültek erre a rendezvényre, eseményre, ahogy összegyűltek például, a tájban egy meghatározott ponton gyűltek össze, mondjuk egy keresztnél, vagy egy kútnál, egy útelágazásnál, ahogy egy jellegzetes fa van. Ezek mind-mind tájértékek. A líderes találkozón jelen volt Baracsi Endre is, aki szerint az egész megye profitálhat a kutatásból. Én, mint a megyei önkormányzat képviselője, a megyei értéktárat jöttem képviselni erre a szakmai konzultációra, és pontosan azt szeretnénk elérni, hogy a Rétközben fellelhető értékek, és itt kifejezetten nem csak a hagyományokra gondolok, hanem azokra az értékekre, amelyek tájértékként szerepelnek, hogyan kapcsolhatóak rendszerbe, hogyan hozhatóak egy olyan rendszerbe a hagyományos értelembe vett értékgyűjtéssel, amely aztán később egy olyan egészet produkál majd, amelyből azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fog majd jelentősen profitálni, nem csak a Rétköz, hanem valóban a teljes megye is. A Közép-Szabolcsi Líder Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium által hirdetett pályázaton 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztés és közösségi tájértékfelmérés a Rétközben című projektjére.